A Bánki csarnokában a vendégek kezdték jobban a mérkőzést, az első negyedet 6 ponttal nyerte a TFS-e. A második 10 percben is tartották előnyüket a fővárosiak, a nagy szünetre 39-44-es állásnál vonultak le a játékosok. Fordulás után elkezdte ledolgozni hátrányát a Sunshine Nyikse, a záró játékrésznek már egy pontos vezetéssel vágott neki Kovács Tibor együttese. Az utolsó 10 percben kevés pont született, a hajrában ismét a vendégeknél volt az előny, végül azonban 70-70-es döntetlennel ért véget a mérkőzés, ami a kupaszabályok értelmében a nyíregyháziak továbbjutását jelentette. Már az első mérkőzés előtt is gyanítható volt, hogy közel azonos képességű csapatok csapnak össze, ami be is bizonyosodott itt a két mérkőzés alapján. Az idegenbeli mérkőzésen is lényegében 39 percig a TF vezetett, mi az utolsó percben vettük át a vezetést, és egy jól sikerült hajrával sikerült ezt a különbséget hozzátennünk, ami 7 pont volt, ami döntő volt így utólagosan is nézve a mérkőzéseket a továbbjutás szempontjából, és a hazai meccs is ezt bizonyította be, hogy nagyon sokáig a TF, utána mi vezettünk, tehát mondhatom azt, hogy két azonos képességű csapat csatájából mi jutottunk tovább, de én azt gondolom, hogy magunk felé hajlik a kezünk, hogy egy kicsivel jobbak voltunk nem csak a továbbjutás miatt, hanem az összkép is ezt mutatta. A Sunshine Nyikse így pályára léphet az NB1B zöld csoportba jutásról döntő osztályozó tornán. Kovács Tibor szerint az A csoportba jutott kék cápák mögött a megye kosárlabda sportjának szüksége lenne egy harmadosztályban szereplő csapatra. Sokat szor mondom, megmondjuk el, hogy szívből gratulálunk a Blue Sharksnak a feljutáshoz, a kék cápáknak a feljutáshoz, mert az élvonalba szerepelni az egy nagy dicsőség, és a sportág ezzel a területre egy Szabolcs-Szatmár-Meleg megyében is erősödik, és bízunk benne, hogy helyt is fog állni. Talán szerintelenség nélkül mondhatom azt, hogy abban az időszakban is részese voltam ennek az együttműködésnek. Nagy kállóval voltunk NB1B-s csapattagok, illetve résztvevők, és nem is akárhogy. És utólagosan is elmondhatjuk, hogy azok a játékosok, akik itt annak idején NB1-ában kevesebb szerephez jutottak, T-licenccel, illetve kölcsönadási szerződéssel nagyon sokat fejlődtek, és amikor visszakerültek több játék lehetőség után, itt bizonyítottak is itt a NB1-es csapatban, és volt olyan játékos, aki válogatott kerettag is lett ennek hasznosításával. Bízunk benne, hogy az idén ez folytatódhat, és egy közös munkálkodással ezt el tudjuk érni. A nyíregyháziak mellett a pécsi egyetemi csapat és a Budafok már tovább jutott, a Dunaharaszti pedig jelentős előnnyel várja a hazai visszavágót. A körmérkőzéses négyes torna helyszínéről és időpontjáról a héten dönt a Kosárlabda Szövetség. 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4.